hangszór. Ez a hangszóró. Zenefüleim. Ez a hangszóró. Nyugodt és holték darab. Ez a hangszóró. Zenefüleim. Ez a hangszóró. Nyugodt és holték darab. Ez a hangszóró. Ez a hangszóró. Szerusztok, hallgatók, ez itt a hangszóró, szerdán délelőtt 11 órakor, ahogy ezt már megszokhattátok, Ricsivel. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. És kedves vendégeinkkel, Demeter Lehellel és Sütő Csabával. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit. Hello. Jó reggelt. Az ismerős beköszönés, aki hallotta múltkor a műsorokat. Hány éve is volt? A Gogota rádiót hallgatjátok 11 órakor a Kuss együttessel. Igen, hány éve is voltál itt? Már régen. Hát, szerintem már két éve. Kettő, igen. Én kettő is, darab éve. Én is azt arra tippeltem. És azóta, hogy többször ugye beszéltünk arról, hogy majd jössz. És majd jöttem. Itt vagy. Majd mind jöttem. Teljesen jó. És Csabát is hoztad, akiről ugye meséltél a múltkori alkalommal, viszont akkor nem volt itt. Hát ez így igaz. És nagyon érdekes történetetek van, úgyhogy erre kitérünk egy kicsit, de mielőtt erre kitérnénk, meséld el azt, hogy te hogy tértél meg. Hát nekem én avval a sztorival kezdeném, hogy valójában az életem egy időszakban teljesen ateistává vált. Teljesen a hip-hop kultúrába, buli kultúrába voltam beütvözve, úgymond. Nagyjából minden szombat úgy telt el, hogy a bulik velem kezdődtek, velem végződtek. Forrt a vérem az iránt, hogy buliba benne legyek. Utána nem sokára alapítottunk egy csapatot, Fekete Fejren az volt a neve. Igazából... Ez kis tömt a fekete vonat, csak. Az hasonló igazából. Azért volt Fekete Fejren a neve, mivel fekete zenét csináltunk, és mindketten szőkék voltunk, fehérek voltunk. Szép. Ezt a fekete vonalat nagyon szerettük, Tupac, meg Notorious B.I.G., meg inkább ilyen amerikai vonalat követtünk. Akkor így inkább ez az old school rap, nem az, ami... Hát most már az old school-nak számít, akkor... akkor elég új volt. Láttam, hogy jó lesz. Hát ti is öregszetek. Hát igen, majd a hajam... Egyre régebb volt hajtok fiatalok. Fülem mindjárt. Igen, lassan a szőkességed átvált. Igen. Neki már nem szőke. Csak beletlen, jó. Igen, örülök, hogy hangulatosak vagytok még, mindig a komoly dolgokról is beszélünk. Térjünk vissza a komoly dolgokra, igen. Igen, és a pápát megkereszteltem volna, de nem úgy alakult az életem. Nem úgy alakult az életem. Na valójában tényleg térjük vissza a komoly dolgokra. Ezt nagyon forrt a vélem ez a stílus iránt, és mondom, nagyjából a zenénk arról szólt bulizásról, meg csajokról, meg... hogy ki a frankó, ki a menő. Aztán nem sokára egy suli-buliba találkoztam Lehellel. Ő akkoriában politikáról meg ilyen próbált komolyságokat. Az utcarepről. Politikáról, utcarepről, meg a társadalmi nehézségekről rappelt. Meghallgattam úgy jó pofaságból, elfogadtam, hogy amit csinál, hogy jó, de úgy igazából nekem úgy nem feküdt akkoriában. Utána eltelt egy kevés idő, és ő valahogy találkoztunk talán az utcán, és felkért, hogy ő is szeretne kicsit ebbe az irányba hajlani, ezen a területen mozgolodni. Igen, a csajok irány. Igen, már meg... Nekem is kezdett forni a vérem. Megirigyelted a csajokat. Igen, a partikat. Nos, valójában az történt, hogy csináltunk egy pár számot, alkottunk egy pár dalt együtt, beneveztünk a média befutóra együtt, aztán összeférhetési okok miatt úgy döntött, hogy egyedül szeretne egy másik ismerősünkkel belépni be arra. Hát igen. Hát itt jött be az önzőség végül is. Mm-hmm. Hogy ketten voltunk, így kétfelé oszlott a fény és a siker, mm-hmm. a csillogás. Mm-hmm. Hát a világban ez így van, sajnos. Mert csak ez marad az embernek, más örömforrása nincs. Az Úrral más a helyzet, az Úr szeretete betölti a szívünket, akkor teljesen érte csináljuk, teljesen más tátészta. Köszönöm. A sztori úgy folytatódik, hogy mind a ketten beneveztünk erre a média befutóra, a tehetségkutató versenyre. De úgy volt, hogy egy dallal készültünk, igen. Igazából
nem? Uh-huh. Igen. És aztán közben, időközben szétmentünk. Igen. Uh-huh. És én ugyanazzal a dallal pályáztam be, amit együtt csináltunk, csak át... Megváltoztattad a szöveget. Igen, magamra húztam úgy. Kérj bocsánatot most, kérj. Bocsánatok el. De jó. Jó, de jó lesz. Térjünk vissza arra, hogy az a dal igazából a másik csapatommal megcsinálva. Mondtad az isre. Jó, az igaz. De mindenképpen ez így volt. A lényeg az, hogy akkori időszakban én az ateistaságomban valamilyen módon kezdtem Isten felé irányulni, de úgy, hogy általában az emberek szoktak egy ilyen önző módon valamilyen szinten, hogy Istenem, áldj meg engemet, tégy sikeressé, adj meg ezt, adj meg azt, egy ilyen karitatív szolgálatként fogtam fel Isten. Uh-huh. És valójában abban az időszakban meg is tapasztaltam Istennek a támogatását, mivel ebben a média befutóba bejutottam a döntőbe. És akkor abban az időszakban, amikor bejutottam a döntőbe, akkor történt az, hogy egy ember előmbe tárta az evangéliumot. Valójában már régóta prédikált nekem, beszélt a fejembe, de egy fülemben bement, a másikon kiment. És le is ráztam magamról, mivel hogy nem tudtam felfogni azt az életstílust, hogy lehet, hogy az ember az egész életét egy nőve élje le, megy az utcán, ne csúfolkodjon az emberekkel, ne kötekedjen velük, ne csináljon belőlük hülyét. Vagy szóval szerint. Saját humortárgyat, hogy igazából neki rosszul esen, és én azonra röhögök. És ez valójában nem tudtam elfogadni a korjában. De ebben az időszakban, mikor bejutottam a döntőbe, végül úgy döntöttem, hogy elmegyek erre az Isten tiszteletre, amire meghívtak, hídgyülekezetének egyik Isten tiszteletére, és ott nem tudom valójában, mi történt, csak azt tudom, hogy előre mentem, és átadtam az életemet Istennek. Valójában akkori pillanatban nem is tudtam valójában, mit teszek, meg nem jutott el az agya még. Csak arra gondoltam, hogy előre megyek, és jobb lesz az életem. Nem fogtam úgy fel, mint egy szövetség, vagy egy élethez szóló döntés. És valójában akkor úgy is történt továbbiakban a dolog. Úgy történt, hogy elszakadtam Istentől, és minden az, amit eddig kaptam tőle, amiért hálás voltam, anyagi javak, sikerek ezen a területen, az elpárolgott, eltűnt az életemből. És elég mély pontra kerültem, egy olyan pontra kerültem, ahol öngyilkossági gondolatokat boncolgattam, hallgattam olyan hip-hop zenét is, amelyik ezzel foglalkozik, és elég mély ponton voltam. És ezen a mély ponton felvillant bennem a fény. Voltam egy helyen, ahol igazából reményt üzentek, reményt adtak az embereknek, és eldöntöttem, hogy akkor visszamegyek. És alig vártam azt a pillanatot, mikor újból kívják a megtérőket, hogy menjek előre, valójában azért mentem, hogy tényleg térjek meg, és attól pillanattól megtértem, és követtem Istent. És nem tudom, körülbelül fél évre, vagy egy évre rá mondta egyik barátunk, hogy Lehel készített ellenem szóló dalokat, amiben arról beszél, hogy milyen... Ilyen biffes dalokat. Igen. Hogy mennyire jó fej vagyok, tudod? Igen. Na, nagyon komolyak vagyunk. Mi van itt? Nem szereted még mindig, de aztán elszabadulsz. Adjál, uram, erőt. Igen, ezt Lel is mesélte, igen, hogy igen, ment ez így a... történt. Hát akkor érdekes. Nem mondtam hülyeséget eddig, jó, mehet. Így igaz, igen, nagyon szorítottál. De eddig minden, amit mondtam, ma jó volt. Oké. Okay. És te hogy reagáltál erre? Hogy érdekes módon, hogy nem tudom, az úr munkálkodott, hogy nem valamilyen, nem tudtam felidegeskedni, csak úgy valahogy úgy vettem, hogy szegény, most kéne segíteni rajta, vagy valahogy így jött le nekem az egész dolog. És az jött fel bennem, hogy egy prédikáció után talán, amelyben arról volt szó, hogy minden olyan kapcsolatot, amely, ha tudod, hogy valaki haragszik rád, vagy megbántottál, vagy valami, rendezd le. És írtam neki egy SMS-t, hogy nem haragszom rád, amiért tettél, és kérlek, te is bocsáss meg minden, amit megbántottak, vagy ehhez hasonló. Ehhez igen, hasonló. Igen, teljesen így volt. És innen az történt, hogy te felhívtál nem sokára. Igen. És akar találkozni. Igazából nem avval voltam elfoglalva, hogy most találkozzunk, és most kimondottam, haverek legyünk, vagy barátok legyünk, vagy újra kezdjük a kapcsolatot, csak le akartam rendezni ezt a dolgot, hogy
neki is jobb legyen, hogy tudja, hogy nem haragszok rá, és nekem is legyen tudva ez a dolog, hogy nincs semmi gond. És az történt, hogy találkoztunk együtt, és elmondtam a bizonyságomat, hogy én találkoztam Istennel, megtértem, valóságosan megérintett, más ember vagyok, minden csaj, minden ilyen... Minden múltbeli dolog eltűnt. És igen, azt akartam mondani, hogy minden csajt, ami ilyen helyzetbe hozott volna, kitöltöttem a telefonszámát, írtam nekik SMS-eket, hogy kérlek, ne keressetek, és meg is értették. Mikor találkoztunk, akkor meg volt ő döbbenve, hogy ő sört ívott, és én üdítőt ittam. Uh-huh. Nem, mint a nagy dolog lenne meginni egy sört, nem arról van szó, csak úgy abban a pillanatban, mikor még tejen voltam, uh-huh. úgy távol tartottam magamat ezen a dolgon. Tejen táplálkoztam. Azt mondja az ige, hogy a hitben gyengik zöldségen élnek. Akik erősek, azok húsan. Csalán levest. És isszák a sört. Igen, vedeli. Mindenképpen. Komló. Komló még csecsemő voltam. Sírtál is rendesen. Csak a teddyket tudtam szopogatni. Nos, igazából az érdekes, hogy neki az bizonyság volt valami módon, hogy lehet, hogyha akkor én sört ittam volna, vagy valami, azt mondta volna, hogy ugyanaz az ember nekem nem beszél. Aha. Gondolom én. Te, ez így volt. Hát nekem nagyon sokan beszéltek Istenről addig is, mert a családom is eléggé keresztény, meg minden, és nem tűntek hitelesnek. Nekem egy ilyen hiteles, így volt hiteles számomra. Hát ámen. Most elmegyünk zenélni. Milyen dalt fogunk most hallani? Az Újból élet című dalunkat. Minden érinti,
Sziasztok, Prozsák Laci vagyok, és ti most a hangszórót hallgatjátok. Amióta ugye nem voltál itt, azóta sok minden történt veled, az adta két év alatt, körülbelül két év. Bizony. Voltál Angliában, utazgattál. Voltam Angliában, utazgattam, igen. Nagyon mit csinálta sok... Angliában? Miért mentél ki egyáltalán? Igazából azért mentem ki Angliába, mert anyagi nehézségeim voltak, és ezért mentem ki, végül is dolgozni. Úgyhogy ez számomra egy kisebb szünet volt zenei téren, de nem álltam le, meg nem álltunk le, ugye írtunk egy új dalt, amit az előbb hallottatok, az akkor született ebben az időszakban. Hát igen, nem tudom, magánéleti kérdésekre vagy kíváncsiak? Persze, mit csináltál ott Angliában? Hát igen, végül is autókereskedésben dolgoztam, nem autókat, tehát én ott az autókat rendeztem, intéztem, az is egy isteni csoda volt, és... Pakolgattad át így egyik helyen. Igen, rendezgettem. Tankolt, tehát tényleg egy nagyon ilyen luxus autókereskedésben voltam, kipróbáltam nagyon-nagyon klassz autókat. Ez nem a reklám helye. Igen, vegyetek. De mondhatod nyugodt, hogy melyiket mert az internetes rádió, úgyhogy... Igen. Hát mindenféle, Bentley-t, Porsche, mindenféle fajta ilyen... Csak mindegy rossz helyen volt a kormány, nem? Igen. Tehát az azt én nem is értettem. Hogy... Akkor azt mondta, munkát, hogy átéld a másik helyen. Igen, rendezgett akkor. Egyébként könnyű volt. Ezek salakok volt. Elég? Igen. Amúgy úgy vezetni? Nem volt nehéz. Balkézzel hát, igen, jó volt. Az elején furcsa volt, meg voltak furcsa dolgok benne, de szerintem... Például a körforgalom az egy furcsa. Igen, az meg ugye balkész szabály van. Nem, vagy én szerintem még mindig kérdés azért, hogy balkész vagy jobbkész, de szerintem balkész. Na mindegy, szóval volt egy szellemileg, lelkileg is egy nagyon nehéz időszakon mentem keresztül. Ami nagyon fontos, és beszélnem kell erről, úgy gondolom, az, hogy én azelőtt, Anglia előtt pár évvel már ismerkedtem egy lánnyal, aki volt osztálytársnőm, és... Egy ifi csoportban kezdtünk járni, vagyis hogy én, ő már ott volt, és nagyon érdekes volt. Anglia előtt ugye pár hónappal azelőtt így ismerkedtünk, meg minden, de hát így nem volt olyan szándék, hogy mi egymásé leszünk. És az volt a jó, hogy önmagamat adtam, és ő is önmagát adta, blá blá blá. Aztán elmentem Angliába, ott volt egy párkapcsolatom, egy sikertelen párkapcsolatom, és visszajöttem, és az volt az érdekes, és nagyon rövidre próbálom azt a sztorit hozni, hogy amíg oda voltam, ugye amíg Angliában voltam meg, azelőtt is imádkozott, és várva várt rám. És az volt az érdekes, hogy Isten megajándékozott ezzel a nővel, és ez szerint életem második legnagyobb ajándéka a megtérésem után. És idén megkértem a kezét. Ó, gratulálunk! Köszönöm! És jövőre meg is házasodunk. Úgyhogy ez azért elég nagy lépés, és úgy gondolom, hogy eléggé fontos a mérföldkő az életemben. Úgyhogy ez történt igazából. Amióta hazajöttem Angliából, ez nagyon-nagyon fontos, és zenei téren meg a Csabával ketten dolgoztunk továbbra, és ugye nem... A barátok azok megmaradnak, én úgy gondolom, a legjobb barátok meg még jobban. És... Akkor ti most legjobb barátok vettok? Igen. Hát szerintem igen. Persze. Okay. Soha nem volt kérdés. És a lényeg az, hogy
készítettünk egy új dalt, ugye elkészítettük az újból életet, amit hallottunk, a Szólazene című dalt is elkészítettük. Ezt egyébként, kedves hallgatók, láthatjátok is a Hangszóró kiadásában a Pax TV-n, ahol ilyen videoklippeket mutatunk be. Azt is? Az Ébresz Fel mellett? Jó. Igen, Ébresz Fel és a Szólazene. Igen, ez a két. Elküldtem mind a két videóképet, úgyhogy ezt mi leadjuk a Hangszóróban. Szuper. A Szóval ezt a dalt elkészítettük, és zenei téren ez volt, meg ugye járunk fellépésre kere, ide-oda. Mit szóltok? Ez mit jelent, hogy járogatunk? Meg... Járogatunk. Igen. Hol lesz a következő? Hívnak is, vagy csak mentek? Mi erőket megyünk, ha hívnak, ha nem. Okay. Szoktak hívni, hála Istennek. És az a jó, ami nagyon tetszik nekünk, meg most nyáron világi rendezvényekre is hívtak fellépni. Ami igazából a szívünkön volt, hogy tudjunk keresztény muzsikát világi rendezvényekre, színpadra tenni, és hogy hallhassák, ugye falunapok meg ilyenek. Ez nagyon-nagyon jó, szerintünk. Nekünk ez nagyon örömforrás. Hol lesz a következő fellépésetek? Hol láthat benneteket a közönség? Igen, hallhat? Hát a következő fellépésünk Kisinóban lesz. Igen. Kisinyó, vagy hogy mondják ezt? Ez Moldva köztársaságban lesz, képzeljétek el. Wow. Ez egy új köztársaság. Internacionális sok vagyunk. Október 21 talán. Uh-huh. Igen. Van olyan, hogy október 21. Igen. Nem az Oktoberfest, azért szólok. Oda fogunk menni egy ifjúsági konferenciára. Szóval ez egy keresztény rendezvény? Ez egy keresztény rendezvény, abszolút. Uh-huh. De az ott is játszátok a saját dalaitokat is. Igen. Magyarul is fogunk szerintem énekelni, meg a Csaba egy remek táncos. Úgyhogy ő táncolni is fog, így szoktunk. Tényleg, az úr így megáldott minket, hogy nem csak énekelünk, hanem tényleg... Hanem a Csaba táncol is. Hát, igen, addig se kell énekelni. Igen, ha Szól a Zene című klipben is, ugye van egy táncos rész. Igen. Ugye, az a te műved? Részben a koreográfiám. Igen. Igen, meg a többi táncosok is közel működtek. Uh-huh. Azt így kitaláltátok, minden? Tök jó. Igen, az egy nehéz feladat terület volt. Igen, mert egy lemezkiadó céggel dolgoztunk együtt, és nehéz volt azért velük, mert... Meg volt kellett... a saját elképzelésük? Igen. Jöttek a saját ötleteikkel, nem csináltuk azt, amit mi akartunk végül is teljes... Mi látásunkat szerettük volna megvalósítani, keresztény értékeket közvetíteni. Ez egy világi kiadó volt. Igen. Uh-huh. Ez még él. Van. Világi kiadó. Van. Lesz. Volt. Amikor feléptek, akkor hány tagú zenekarra léptek fel? Vagy élőben léptek fel, vagy pedig CD-n visztek az alapot, és... Volt ilyen is, volt olyan is, de a leggyakoribb az, hogy visszük az alapot. Uh-huh. Mert hát ez így egyszerű. Nyilván úgy egyszerűbb, igen. Egyszerű. De hogyha élő zenekarral, akkor hány főzenekar van mögöttetek? Hát egy ilyen 6. Kb. 6. 6 zenésszel. Plusz a táncosok. Hogyha igen. Hát ha jönnek. Ha nem, akkor a Csaba marad. Én vagyok a táncosok. Te vagy a táncosok. Akkor te dupla gázsit kapsz, nem? Mert legalább. Énekelsz is, meg táncolsz is. És akkor a Rivalda fény az úgyis rád esik. Így van, és akkor majd megint elmegyünk tejet inni, meg sört. Sör helyet. Igen, mentek tejezni. Hallgassunk meg megint egy dalt. Mi hát akkor az? Hallgassuk meg ezt a Szól a Zene. De akkor kus legyen. Hey!
van, mi van kisapám? Muzsika a muzsán, muzsikálunk mi lazán. Violin kulcsa, zár és nyílik palotám. Azán vagány, élünk, mint a csalogány. Mert a hip-hop már nekünk olyan tán, mint madárnak a hip-hopotán popolján. Ne nézz korombán, ha zavar koronám. Csak állj meg egy perce, hogy haladjál. Vagyok, aki vagyok, dallamok közt szárnyalok. Itt már a gyoga vagyok, zenében ölt alakot. Ne engedd a fűbe a sok trémus alakot. Ne keresd az űrben, zenénkben megtalálhatod. Gyere és élj a dallamokkal szállva. Nem kell, hogy félj, szabad már a pálya. Mindenki beszél, de elfújja a szél. Nagy örületben, ne érdekeljen, ha szól a zene. Zenére mozog a láb, meg a karpazar. Hogy bekavar ez a zenekar. Remélem nem zavar, hogy a láb sem marad fix. Nem kell boka fix, azt mondják térben van az X. Ha kifogy a tarsod, szedek a bőrömből. Akkor a römbömből, hogy kiszökök bőrömből. Üvöltöm, szükség van eufóriára. Mint Babel tornya után fordító irodára. Vagyok, aki vagyok, dallamok közt szárnyalok. Itt már a gyoga vagyok, zenében ölt alakot. Engedd a fűbe a sok trémus alakot. Ne keresd az űrben, zenénkben megtalálhatod. Gyere és élj a dallamokkal szállva. Nem kell, hogy félj, szabad már a pálya. Mindenki beszél, de elfújja a szél. Nagy örületben, ne érdekeljen, ha szól a zene, mondom, kuss legyen. Nem él a zene, lelket meg permetezhetem el. Tudom, hogy mire vársz, dübörög a ház, elszáll a frász. Az élet néha elgáncsol, de mosolyt az arcra és lábad már táncol. Figyeld a ritmust és a rigmust, ha-ha, csak hallgasd a kúst. Gyere és élj a dallamokkal szállva. Nem kell, hogy félj, szabad már a pálya. Mindenki beszél, de elfújja a szél. Nagy örületben, ne érdekeljen, ha szól a zene. Nem kell, hogy menj, mindenki beszél, de elfújja a szél. Nagy örületben, ne érdekeljen, ha szól a zene. Mondom, kus legyen. Sziasztok, Szabó Balázs vagyok, ti a hangszórót hallgatjátok. Térjünk rá egy olyan kérdésre, ugye már említetted, hogy te kinyártál Angliába, hanem akkor beszélsz angolul. Yes. Persze. Abszolút. Right. Mindketten beszéljük az angolt. Mindketten. Én ugatom inkább. És a dalaitokban ez mennyire szerepel? Szóval mennyire jön elő az angol? Hát most vettük fel a napokban a legújabb dalunkat, angol nyelven, szóval, hogy RNG. Uh-huh. És ez az első, vagy ezelőtt is volt már ilyenre? Ez az első. Mivel el kellett menni Angliába, hogy hozzon egy kicsi angolt a háttartásra. Meg kellett tanulni angolul. Hát igen, az a helyzet, hogy így első kus, első angol kustal. És mert angolul írtunk. Premiéra, ugye? Na, na. Hogy mondják angol azt, hogy kus? Hát igen, sari. Nem, ez érdekes. Nagyon sokat gondolkodtunk, hogyha White. Majd... Igen. Vagy egy keresztül a szella. Igen, igen. Ez így marad szerintem. Vagyis nem a tenisz meccseken, uh-huh. amikor a bíró azt mondja, hogy thank you. Kassz. Az, ami nem túl jó kellett. Ez egy káromkodás, de... De nem baj. Nem félünk. Hát lehet, hogy így tudunk majd Istenhez vinni embereket. Ami furcsa, de miért ne? Igen, bármi megtörténhet. Igen. Két érdekes volt, mert ugye itt a Híradó stúdióba vettétek fel a vokálokat, meg a repet. Igen, ez megvan. Igen, de azért emeltem ki, mert hogy én itt dolgoztam, és hallottam, hogy átszűrődnek ilyen repzene, jó kis amerikai. Ezért mondom, hát ezek a fiúk hoztak biztos Amerikában valami repzenét, hogy megmutassák, hogy milyenre akarják a sajátjukat. És átmegyek, és nem, a Lehel repelt ott angolul, és az övék volt.
Gangsta's Paradise. Nagyon jó volt. Nagyon. Örülünk. Hát ez számunkra nagyon fontos dal. Úgy érezzük, hogy ez miért angolul? Tehát mi a tervetek vele, vagy mi a célotok azzal, hogy angolul? Na, csemékkel beszéljek, kisfiam. Mivel egyrészt Romániában élünk, ugye, próbáljuk elérni a román közönséget is. Románul nem egyszerűbb a román közönséget? Csak kérdezem. Nincs értelme szerintem. Mert egyrészt túl sok román akkor elveszítenénk a magyar közönséget. Aha. Másrészt úgy látjuk, hogy az úr nyitott ajtókat Európába más irányokba is. Mi például Kisinóba, Tiraspolba voltunk. És úgy látjuk, hogy igény van erre. És ott nem értenek sem magyarul, se románul. Ez az. Oroszul beszéltek, ugye ezt Transnistriában van, egyre távolabb vagyunk. Az hol? Ezt mondd még egyszer, hol? Transnistria. Ez nehéz nekünk, sem volt könnyű, de megtanultuk. Na. Egész úton errefele, ezt mondogattuk. Transnistria. Igen, hogy ordibáltak egy, sziasztok, Transnistria! Nagyon nehéz volt. Na, de amit ott találtunk, az nagyon-nagyon. Éhes emberek, Istenre éhes emberek, egyszerű emberek, nyitott emberek. Igen, tehát úgy nagyon-nagyon komoly dolog volt, és akkor éreztük azt, hogy oké, mert ugye angolul kellett énekelni. Vittünk angol dalon, Hillsong dalt, meg ilyesmi. És azt éreztük, hogy na ez az. Na, csinálni kell ezt is. Csinálni kell angolul is. Úgy érezzük, hogy ez egy olyan kapu, amit az úr kinyitott számunkra. És akkor lesznek még angol dalok. Valószínűleg lesz. Igen, ez nehéz a jövőben nézni, de szeretnénk mindenképpen. És albumügyileg hogy álltok? Nem gondolkodunk. Vettünk egy csomó CD-t már. A CD-k megvannak. Meg kell írni. Az írómat le kell poroztassam. Igen, az a helyzet, hogy egyelőre nem gondolkodunk albumba, mert ahogy látjátok ti is, ilyen minden nagyobb előadó, meg minden előadó inkább így dalokat, dalokat gyárt, és azt próbálják promoválni. Aztán, hogyha ugye több dalunk van már, szép lassan egybe köthetjük egy ilyen kis csokorba, és akkor lehet albumot. Lehet, az első albumotok lesz a Best of Kus. Így van, és mindig is szokott lenni. Nyugdíjba vonom, szép lassan. 20 éves, platina lesz, aztán kész. Hát így van. Nem befestjük. Ja. Nekem pár éve volt egy ilyen tervem egyébként, hogy a sárdalokat egy dalonként adom ki, és amikor összejön 20-30, és már mindenki is, akkor abból kiadok egy Best of albumot, és ennyi. És azon lesz a 10 legjobb, és nem is kell több albumot kiadni. És nem is hazudtál, mert... Igen, az lesz a Best of. Igen. Változott. Tehát változott a világ, változott a trend, változott. Nagyon fast food világ. Van. Értitek? Tehát, hogy persze, minden persze. Nagyon gyorsan persze. Működik. Van egy dal, és azt nyomatni kell 3-4 hónapig, abból ugye ez egy reklámanyag is amúgy, és most az nem azt jelenti, hogy na most mi követjük a trendet, meg hát akkor nekünk is így kell csinálni, de az igazság, hogy eléggé macskafogó a dolog. Nem nagyon, tehát, hogy most azzal dolgozni egy egész albumot, az egy év. Kell csinálnotok. Érted? Tehát az durván egy év. Tehát egy albumot ugye lemaszterolni meg minden, az egy év. Egy év alatt ne csinálni semmit, vagy nem tudom. Mi inkább ugye most erre a dalra nagyon koncentráltunk, és úgy érezzük, hogy ez volt a helyes lépés. Szerintem vannak dolgok, amiben a világ jól csinálja, és szerintem keresztényként követni tudjuk azt a példát, amit ők vannak. Például a zene, hogy egy keresztény dubstep előadó szerintem hatalmas siker lehetne a mai világban, vagy... Van is, csak sajnos szerintem van, meg tudjuk, hogy van. Tudjuk, hogy van. Igen. Szóval, hogy szerintem ezek nem akkora bűnök, mint egyes felekezetek, hogy beállítják, mert szerintem úgy tud elérni a világot, hogyha egy kicsit hasonlóshoz. Ugye Pál is használta a görög filozófiát, hogy eléri a görög filozófusokat. A görögöknek görög, a zsidóknak zsidó. Az a helyzet, az én most... De egy teológus eszettel. Hát igen, még jó, hogy az a helyzet. Azt a diplomát. A fájdalom, ami bennem van például, az, és most itt kimerem mondani, és nem érdekel, hogy meg fognak haragudni rám előadók, mert nem az a szándékom, hogy megbántsak senkit. De én szerintem az, ami a magyar keresztény zeneiparban működik, nem jó. Abból a szempontból, hogy van egy pár előadó, akit nyomnak, és például mi nem hallunk olyanról, hogy keresztény dubstep, magyar keresztény dubstep, magyar keresztény, nem tudom, ugye hip-hopról is
szeretem a keresztkérdést, szeretem, hát itt nagyon megállt a tehetség, de hogy de vannak még, ott van az Orbi, ott van, sokan vannak, de hogy azt érzem, hogy eléggé le van szűkítve ez a kör. Igen. Ja, ez nekem annyira, miért nem tehetjük be ugye a dubstepet? Miért nem azért, mert nem annyira trendi, vagy nem merünk kilépni? Én azt látom, hogy megvannak a kis bejáratott kis körök, és akkor ennyi. Ezt én fölmerem vállalni, hogy ez így nem korrekt. Hát meg ugye azt is látjuk, hogy Amerikában például, amikor ott voltam, és elmentem egy nagyobb bevásárlóközpontba, meg tudtam venni a Switchfoot CD-t, amit itt Magyarországon, még a keresztény könyvesboltban vagy, aki... Még ott sem. Ott is alig tudok megvenni. És tilos. Ez, hogy meg a Chris Tomlin, meg ezek, hogy így ott voltak ugyanúgy a CD-k között, a polcon, amit itt Magyarországon nem látunk egyáltalán, sajnos. Persze, meg ugye nagyon, nagyon jó kis keresztény rap előadók vannak. Tripli, Flame, Lökré, ezekről ugye nem nagyon szeret. Nem tudom. Az is furcsa, hogy a keresztények csak ilyen kis worship, ilyen kis lágy zenéket hallgatnak, mert nem hiszem. Nem. Ja, hát de én nagyon szeretem őket. Nagy lökréfen vagyok, úgyhogy... Yeah, ja. Na, nagyon jó, mert kicsit így már bele is úsztunk a következő témánkba, ami tök jó, mert erről is szól a Szikra díj egyébként, de a zene után fogjunk erről beszélni, mi legyen a következő dal. Ébredjünk fel szerintem most már. Ébredsz fel? Az álom, átfon a rácson, a fényed is eltűnik a szomorú lábnyom. Nehezen telnek az éjszakák, úgy érzem magam, mint egy száraz virág. Ez a világ nélküled olyan, mint egy diák, mikor egyesre hazamegy és kezdődnek a viták. Ha kezet foghatnám, szabad nem folytanám, nevet kimondanám, el nem rontanám a percet, a tervet, a szeremet, meg gyered benned, velem kell lenned, boldogá kell tenned, de várj, míg kinyitom a szemem, fogd a kezem, és csak énekelj velem. Ez kell, hogy ébredsz fel, mert indulunk el a boldogság felé. Nem felejtem el, hogy minden, ami kell, belőle tűnik fel, csak jönnél. Szül egy melódiát fütyül, hogy az ember nem ül végül egyedül. Tűr, de néha megrendül, a nyitva tartott fül mindig megoldás szül, de ilyenkor tudod, elég nehéz, mikor sírok, kérlek, ide ne nézz, vagy még rosszabb, nehogy lenézz, de ha el nem mész, az édes, mint a méz. Kész, vége van, a fény most már nekem is felvillan, hajnal csillag, felcsillan, a sötétség sietve elillan. Ez nekem az ideál, ha te szíved ide, mellé már vár rám. A harmatos kikelet, rájöttem én, hogy csak ez kell. Az kell, hogy ébredsz fel, mert indulunk el a boldogság felé. Nem felejtem el, hogy minden, ami kell, belőle tűnik fel, csak jönnél. Lennél mellettem, fejem a kebleden, nyugodna, mint galambfióka anyja fészkében. Hét-hétben történhetett annyi minden, eszméletlen. Már alig emlékszem, ölelésed átéltem megnyugvásképpen. Kértem miközben, néztem, hogy az égen tűzijáték ének, és megszólalt az énem. Ez van, szeretlek, én ezt érzem. Ez itt egy tény, nem képregény, nincs éblegény, ki elmondhatná, amit érzek én. Vázd már kezemben a nyeremény, megvan az eredmény, még előttem az ösvény, te rajta a napfény. Hogy ébredsz fel, mert indulunk el a boldogság felé. Nem felejtem el, hogy minden, ami kell, belőle tűnik fel,
Csoki Ván vagyok, és a Hangszórót hallgatjátok. Szóval itt vagyunk az utolsó blokkunkba, és mint ahogy most így egészen november 10-ig minden alkalommal beszélünk egy kicsit a Szikradíjról, most is fogunk beszélni, főleg azért is, mert ugye nem állok el nagy titkot, hanyadika van ma? 12-e kéne. Igen, 12-e van ma. Pontosan. És két nappal a nevezés lezárta után, tehát most már tudjuk, hogy ti is neveztetek a Szikradíjra. És arra lennék kíváncsi elsősorban, hogy ti miért neveztetek? Azért neveztünk, őszintén, tisztán. Csak őszintén. Mert szerettük volna, ha, hát lehet hülye hangzik, de hogy elismerjék a zenénket. És hogy többen megismerjék a zenénket. Mert a mi zenénknek a célja nem az, tehát a mi zenénk célja az, hogy az Istent megtalálni, és hogy Isten színesebb, mint gondolnánk. Uh-huh. Igen. Végül is ez volt a célja. Röviden ez. Uh-huh. Ez jó, mert igazából így ez is a Szikradíjnak az egyik célja. Igen. Hogy megismerje a magyar közönség azokat a zenészeket, akik bujkálnak. Nem csak az bujkálnak, hanem hogy nincsen lehetőségük arra, hogy előbújjanak. Igen. Szerintetek mikor érné el maga a Szikradíj a célját? Érted a kérdés, hogy igen. Fogalmazzam újra? Mondjak egy durvát. Mondjál. Akkor érné el és nem akkor érné el a célját, ha nem ilyen közismert keresztény előadók nyernének. Uh-huh. És most nem magunkról beszélünk. Persze, nem sírnék két napot, ha mi nyernék, de hogy... Csak hármat. Vagy tényleg egy olyan valaki nyerje meg, vagy olyanok nyerjék meg, hogy fú, én nem hallottam róluk. Na, és akkor most uh-huh. megtudom, hogy ők kicsodák. Uh-huh. Mert lehet, hogy pont ott van elásva amit keresnek az emberek. Uh-huh. Uh-huh. Bizony. Igen. Mit szólsz, Csabika? Szerinted Csaba? Teljesen egyet tudok érteni vele. Meg még azt látom, hogy az a fontos, hogy új tehetségeket felfedezzenek, ez a kultúra virágzódjon, több események történjenek. Most nem az a legfontosabb, ki nyeri meg, ki nem, hanem hogy mint ebbe a szikrából igazából egy láng legyen, hogy az egész világ lássa ezt a lángot, amit ez a szikra kigyújt. Uh-huh. Igazából ezt szeretném én látni, hogy most nem ez a fontos, hogy ki nyert, ki nem, hanem itt van ez a csapat, Istent képviseli, ilyen zenével. Na, vannak emberek, akik ezt a zenét szeretik, erre hajlanak, erre a stílusra, van más is, milyen jó, ezt is felfedeztük, és minden több ember megismeri a keresztény kultúrát, a keresztény életmódot a zenén keresztül. Uh-huh. Nagyon jó. Igen, mert azért jó, hogy mondjátok, hogy ez nyilván célja a Szikradíjnak. Tehát tudom, hogy célja. Első kézből tudom. Bízom benne, hogy sikerül is megvalósítani, tehát hogy nyilván nem feltétlenül könnyű, de nyilván az is célja, hogy össze is hozza ezeket a zenészeket, hogy ők is tudjanak egymásról. Így legyen van. Meg az együttműködés, tényleg így hívják meg, illetve ami még ugye plusz célja, hogy ne csak a keresztény zenészek tudjanak egymásról, mert a keresztény gyülekezetek tudjanak a keresztény zenészekről, hanem hogy a világ is lássa meg, hogy uh-huh. van itt egy olyan kultúra, amiből jönnek ki jó zenészek. Így van. És tényleg, ahogy a Horváth Gergő, ugye a zsűri elnöke fogalmazott, hogy ezek a dalok, amik versenyeznek, ezek a saját jogukon kerüljenek bele a világi médiába. Tehát, hogy a rádiókba, tévékbe, tehát tudjanak. Úgy, ahogy Amerikában is simán lejátszanak rádióban egy keresztény dalt, tehát nincs gond vele. Így van. Magyarországon nem annyira. Tehát ha már megemlíted Jézus nevét, akkor az nem nagyon megy le a rádióba. Uh-huh. Ha csak hát nem sajnos. Valami negatív tartalommal említett meg, az meg... Ugye annak meg már nincs értelme. Igen. Úgyhogy... Hát igen. Végül is nem könnyű a keresztény zenét a világi zenébe, vagy világi zenével összehozni. Mi, nekünk is volt részünk, volt egy világi producerünk, és örültünk neki, meg szeretjük, meg minden, de nehéz volt azért. Uh-huh. Nem értette meg a lényegét, hogy ti miért zenéltek? Hát, de. Vagy miről? De hogy úgyis az, tehát hogy nem lehetett úgy, nem lehetett olyan, amit ő szeret. Tehát hogy azért nehéz volt. Uh-huh. Tehát hogy különböző véleményen voltunk. Szerintem ez ott a gond. Igen, volt neki is egy külön látása, akarta magát érvényesíteni uh-huh. az ő látását, mivel ő is művészlélek, szerette volna, hogy az ő
énje is megnyilvánuljon ebbe az egész zenénkbe. Uh-huh. És azt nem igazából nem engedhettük meg magunknak ezt a dolgot, mert akkor más irányba mentünk volna. Na most itt jön a szerintem nagyon fontos az, hogy ahogy mi keresztény rapperré válásunk az úgy történt, hogy igazából nagyon, nagyon sokat számított a zene, amit hallgattunk. És én hiszem azt, hogy egy világi srác, aki igazából, nem tudom, most beszélünk a hip-hopról, ugye hip-hop zenét hallgat, nehezen fog egyesülni azzal a zenével, mondjuk egy ilyen dicsőítő dallal. Ezért kell a könnyű zene, ezért kell a keresztény hip-hop. Így van. Uh-huh. Emlékszem egy időpontra, amikor beszéltük, hogy szeretnénk megtérni. Emlékszem, említettem, te valamilyen uh-huh. szinten beszélt Istenről, a te megtapasztalásaidról, és mondtam, hogy te, hogyha így állnak a dolgok, akkor megérintett az ő üzenete, amit úgy röptébe kapott. És mondtam neki, hogy te meg kéne térjünk, vagy valami. És emlékszem, említetted, hogy hát nem térhetünk meg, mert akkor nem hallgathatunk hip-hopot. Emlékszel erre? Igen, ez így volt tényleg. Wow. Tehát, hogy nem térhetünk meg, tényleg ez volt. Nem akartam megtérni, mert akkor elveszítem azt, hogy nekem kell a hip-hop zene. És én hiszem, hogy vannak. Én egyszer egyébként még annó egyedül voltam, Németországban volt egy ilyen nagy ifjúsági rendezvény, és akkor a magyar nemzetet képviselő személy voltam. Képzeljétek el, meg ti se tudjátok. Lényeg az, hogy egy nagyon érdekes és nagyon furcsa rendezvény volt. Komolyan. Voltak különböző helyszínek, és az egyik helyszín az olyan volt, este volt, egy ilyen esti buli volt, egy késő őszi dolog volt, tehát egy ilyen teremben voltam, és olyan furcsa volt, metal zene volt, tehát ilyen death metal. White metal. Jó. Ma se fogok úgy lefeküdni, hogy nem tanultam semmit. Na, a lényeg az, hogy olyan durva a zene, meg ott őrjöntek, meg hőbörögtek, meg ott fetrengtek, értsétek jól, és csak annyit hallottam, Jesus. És néztem, hogy mi a turó ez? És utána olvastam ennek a dolognak, és hát nem biztos, nem mindenki fog egyetérteni velem, nem is kell. Az a lényeg, hogy olyan emberek énekeltek meg tényleg Isten dicsértek ezzel. Amire azt mondom, hogy tudjátok mit? Kell. Uh-huh. Ez is kell. Tehát, hogy akkor én nagyot tanultam. Nekem nagyon sokat tanított ez a rendezvény, mert addig ugye azért dicsérd az Urat, nem szabad ezt csinálni, ne is emeld föl a kezed, ne tapsi, uh-huh. ugye. Vagy másként pont emeld föl a kezed. Emeld föl a kezed. Nehogy leted. Milyen keresztény vagy, be kéne töltekezned. Tehát, hogy ilyen dolgok. Az Isten nem ilyen, nem ember, nem vevő arra, hogy csak ilyen. Tehát, hogy ez a jó. Egy személyes történet. Emlékszem, amikor én megtértem, hogy én ilyen hardcore punk stílusú zenéket hallgattam. És meg nem mondanád róla. Most már inkább a folk, meg a banjo, de... Irish vonal. Igen, az ami bejött, de... szóval azt akartam ezzel mondani, hogy emlékszem, hogy nekem egy súlyos probléma volt, hogy soha nem hallgathatok ilyen hardcore zenéket. És az volt a vicces, hogy így kíváncsiságból felkutattam azokat a zenekarokat, akiket én nagyon szerettem, hogy mennyire sátánisták. És kiderült, hogy 10 zenekarból 5, szóval szerintem, amit hallgattam, ők keresztények voltak. Aztán. Csak úgy gondoltam, hogy káromkodják ott a Jézust, nem pedig azért mondják, mert tényleg. És hát akkor nem beszéltem angolul, szóval nem nagyon tudtam, hogy mi amúgy a szöveg. De nagyon érdekes volt, hogy így hát ezek ugyanazt hiszik, amit én, ugyanabban az Istenben hisznek, és akkor volt az ifi csoportomban egy hardcore arc, aki mondta, hogy ez nem erről, ez a szívről szól, nem pedig arról, hogy jelenik ez meg. Lassan műsorodőnk végére érünk, úgyhogy még gyorsan azt mondjátok el, hogy mi most így a közeljövőben a célotok? Van-e valami olyan terv, ami publikus már? Azon ki, hogy túlélne a koncertet. A cél. Megnyerni a szikradíjat. Meg megnyerni a szikradíjat, igen.
megnyerni a szikradíjat. A cél. Tehát a célunk az, hogy ezzel az új dalunkkal rengeteg emberhez, ez az új dalunk rengeteg emberhez eljusson. És ez lesz most a célunk, ezért fogunk harcolni, úgymond. És bevetünk minden fegyvert, hogy minden kihez eljuthasson ez a dal. Amerikába is. Amen. 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 Köszönjük, itt voltatok velünk. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen. Meg a hallgatóknak is. Még egy búcsúdalt konferálj fel, mi legyen egy utolsó dal. Szabtuk valami kedvenc, vagy még egy saját. Michael Smith-től szeretném a Christ Be All Around Me. A W. Smith. Michael W. Smith. Nem kívánság műsor, te. De kívánság műsor. Oké. Okay. Akkor ez megy majd a búcsú után. Mi pedig jövő héten jövünk ismét 11 órakor a hangszoróval, és nagyon érdekes, a Bocskor Bíborka lesz a vendégünk, aki a Magashegyi Undergroundnak az énekesnője. Izgalmas lesz? Igen, nagyon izgalmas lesz. Tartsatok velünk akkor is. Áldott hetet, sziasztok! Sziasztok! Hello. Sziasztok! As I rise, strength of God, go before, lift me up. As I wake, eyes of God, look upon, be my sight. As I wait, heart of God, satisfy and sustain. As I hear voice of God, lead me on, be my guide, oh, be my guide. Your death, your blood was shed.